Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben még megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Megtartotta díjátadó ünnepségét a Vármegyei Kosárlabda Szövetség. A Skód Gregor McQueen tartott edzést a Nyíregyházi Sportcentrum tollaslabdázóinak. 61 csapat vett részt az országos streetball sorozat nyíregyházi tornáján. A diásportért elismerést vehette át Vajda Tamás, az apácai testnevelő tanára. Megtartotta idén záró ünnepségét a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kosárlabdázók Szövetsége. Az Incidiben megtartott rendezvényen az előző idén legjobbjai díjazták, és átadtak két úgymond életműdíjat is. Nagyon köszönöm az elnökségnek, hogy ilyen egyöntetően úgy gondolta, hogy egy ilyen rendezvényre szükség van, hiszen a megye kosárlabdájára csak együtt tudunk jól tenni és jól dolgozni, és az, hogy minden egyesület képviselője, minden korosztály képviselője és a szülők is itt vannak, ez nagy öröm számunkra, és bízunk abban, hogy nagyon szép hagyományt tudunk teremteni ezzel a rendezvénnyel. Ez a rendezvény rezárt az elmúlt idén, de nem sokára kezdődik a következő. Ha a megyei szövetség, a megyei elnökség feladatait nézzük, melyek a legfontosabbak a jövőt tekintve? Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy mi az utánpótlás kosárlabdáért felelünk, abban az üzemeltetésében, illetve működtetésében veszünk részt, hogy minél többen vállalják a kosárlabdát és válasszák a kosárlabdát, és bízunk abban, hogy minél több csapat fog indulni országos bajnokságokban, és bízunk abban, hogy tudunk minél több financiális eszközt bevetni, hogy támogassuk a különböző rendezvényeket, kupákat, illetve minél több olyan bajnokságot tudjunk szervezni, ahol a gyerekek sportolhatnak. Ehhez megvan neki az anyag és a tárgyi feltételek? Ezt gondolom, hogy látszik a rendezvényből és azokból a tevékenységekből az elmúlt években végeztünk. Ezt gondolom, hogy hosszú évek óta talán financiálisan a legjobban áll most a szakszövetségünk, de ez nyilván köszönhető az MKOS-nek, hogy ők úgy gondolják, hogy legyen miből, és hogy van miből, akkor szokták mondani, hogy építeni talán könnyű, és szakmai tartalommal megtölteni még nehezebb, de mi bízunk abban, hogy abban is tudunk támogatást adni, és szakmai tartalommal ezek az események, ezek a rendezvények megtöltődjenek. Biztosan készítettél egy kis mérleget, mikor megtudhat, hogy megkapod ezt az elismerést. Melyek azok az időszakok, események, epizódok, amelyek beugrottak az elmúlt évtizedeket illetően? Igazából az ember állandóan foglalkozik ezzel, mert itt a kosárlabdás beszélgetéseken, vagy bármilyen fórumon az embernek nagyon sokszor eszébe jut a múlt is, mert én hiszem azt, és abból is, hogy aki a múlttal nem foglalkozik, annak jövője sincs, és ha ezeket a múltakat szépen be tudjuk építeni a jelenbe és a jövőbe, én azt gondolom, akkor lesz még jobb előrelépés, és én bízom benne, hogy előrelépés lesz. Nagyon sok szép emléke maradt a kezdetektől. Onnan, hogy a Nagykállói Korányi Gimnáziumban megismerkedtem a kosárlabdázás alapjaival, onnan, hogy ami főleg be elindított ezen a pályán, amikor bekerültem a főiskolára Máté János vezetésével, játékosként mondhatom azt, hogy sok szerepem volt abban, és sok sikerélményebben, inkább pontosabban így, amit elértünk, ott feljutottunk először NB1-be a megye történetébe. Attól az évtől kezdve az U20-as csapatot vittem, Rudi gimnáziumba kerültem tanítani, amihez nagyon nagy köszönet mindenkinek, hogy ott taníthattam és taníthatok jelenleg is, mert egy nagyon jó közösségbe kerültem, és azóta is nagyon sok kosárlabdás diák került előtte is, és a jelen évfolyamokból is ki, abból az iskolából. Folytatódott a sportiskolával, a Nyírsulival, az NKK-val, feljutottunk a 90-es évek elején a megye történetében másodszor. Büszke vagyok, vagyok erre, hogy az én irányításommal. Nagyon sok utánpótlás versenyen vettem részt. Belegondoltam azt, hogy ha előveszem a Magyarország térképet, hogy hol nem voltam még helyileg, melyik tornateremben, melyik helyiségben, elég sok pötty került arra a térképre. Ez mindegy élmény. És ez az élmény mindig az motivált, hogy azoknak a gyerekeknek, felnőtteknek olyan élményt próbáljak szerezni, amit későbbiekben remélhetőleg visszaemlegetnek, és jó szívvel és jó szájízzel. Nagyon nagy irányelvem és törekvésem volt az, hogy itt a megyében tanulókat tudtuk, hogy elmennek tovább tanulni a gimnáziumból. De amíg itt vannak, érezzék jól magukat, vagy ha visszakerülnek ide, akkor próbáljuk megfogni a kezüket és ebben a szép sportágban megtartani őket. A Nyírsuli után volt egy nagykálló időszakom, ami
nagyon-nagyon szép időszak volt, és a megye kosárlabdás fiataljai, most már kevésbé fiataljai is nagyon szép emlékként őrzik meg az akkori szerep, és feljutottunk NB1-be, és több éven keresztül a nyíregyházi csapat fiók csapataként is mondhatom, így NB1-ben szerepeltünk, akkor nagyon virágzott a megye kosárlabda élete, nagyon szép élmények fűződnek ahhoz az időszakhoz is, illetve hát most az utóbbi években, ami nem utolsó sorban, 2015-től pedig a Nyiksa színeiben teszünk azért, hogy a megye kosárlabdázásában jelentő szerepet töltsünk be, és elsősorban azért, hogy akik itt dolgoznak és tanulnak, még egyszer ismételve ezt, és nem frázis ez az én számból, igazából azt szeretnénk, és hogy érezzék ki a munkat. És ismét tudtunk adni a fiataloknak egy olyan élményt, hogy felkerültünk NB1-be. Én bízom benne, hogy lesz folytatása. Azt tudom kívánni így összegzésként, hogy a jelenlévők és a fiatalabbak nagyon sok ilyen élményt éljenek meg, és a megye kosárlabdázása virágozzon fel. Igaz, hogy most negatív élmények értek bennünket, és a megye kosárlabdázását, de ez egy pillanat. Ezen túl kell lépni, építkezni, megkeresni azt a folyamatot, hogy hogyan lehetne ezt elősegíteni, feljebb vinni, és biztos, hogy lesz ennek folytatása magasabb szinten is. És elsősorban a fiataloké a jövő. Egy ilyen elismerés valamilyen szinten, egy életművi is, annak ellenére, hogy még aktívan dolgozol a kosárlabdában. Tudom, hogy nehezet kérdezek, de hogyan foglalnád össze azt a néhány évtizedet, amit eltöltöttél a sportágban? Röviden, ezt tényleg nehéz összefoglalni. Több mint 30 évről van szó. Nagyon szépen kezdődött, mert akkor nagyon gyorsan jöttek a sikerek, ahogy a Marsóval az NB1-es klubot elkezdtük építeni. Aztán, ahogy teltek, múltak az évek, ugye voltak sikertelenebb éveink is, volt, amikor kiestünk az NB1-ből, volt, hogy egyhuzomba több éven keresztül. Aztán úgy alakult, hogy egy picit távolabb kerültünk, mint NB1-es klubvezetők, és mi szeretjük annyira ezt a sportágat, hogy újra elkezdtünk a gyerekekkel foglalkozni, és újra elkezdtünk építeni egy olyan dolgot, amiből remélhetőleg hosszú távon újra NB1-es játékosok nevelődnek ki. Nyírpazonyról van szó, ott működik az egyesület. Hol tartotok most? Nyírpazonyban elkezdtük a kosárpalántától, tehát mi valójában a kosárlabdának az alapjait kezdtük el oktatni. Jelen pillanatban U14 a legfelső korosztályunk. Van nekünk a Nyíregyházi Sportcentrummal egy szerződésünk, ezt még Sitko Ernővel kötöttük. Ez a szerződés ez arról szól, hogy ahány gyereket a korosztályunk ugye 14-ig tart, a 16-osokat az NKK-nak, az a fölöttiek pedig a sportcentrumhoz kerülnek, ingyen és bérmentve, átigazolási díj nélkül. Ezt a megállapodást mi betartjuk, és jelen pillanatban már az NKK-nál van olyan tehetséges gyerekünk, aki ma itt a rendezvényen, mint korosztályában legjobb játékos kitüntetést kapott, Nyírpazonyban kezdett el kosárlabdázni. Aki távolabb áll a sporttól, sokszor nem érti, hogy miért szippanthat be valakit a sportos közeg. Te több évtizedet töltöttél el a sportban, mit tudsz erre válaszolni? Azt tudom mondani, hogy ez egy szerelem. Ez nem más, ez egy szerelem. Borzasztó szerettem világéletemben mindig mozogni, különböző sportágokat kipróbáltam. Nekem nem jutott az az érzés, hogy sportolónként lehessek NB1-es játékos, akkor próbálják meg nevelni NB1-es játékosokat. A magyar válogatott szövetségi kapitánya, a skót Gregor McQueen tartott edzést a Nyíregyházi Sportcentrum tollaslabdázóinak. A szakember egy sportágfejlesztési program keretében találkozott a játékosokkal és az edzőkkel. Egy ideje már nagyon szép a 21. század követelményének megfelelő környezetben készülhetnek a nyíregyházi tollaslabdázók. Nem volt ez mindig így, bár több évtizedes múltra tekint vissza a sportág Nyíregyházán. Honnan indult el a tollaslabda?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert mindig van egy hiányérzetem, sosem tudom elmondani, hogy tulajdonképpen kinek is köszönhetjük, hogy a mai formájában itt található a tollaslabda szakosztály, vagy egyáltalán létezik Nyíregyházán tollaslabda. Sára Jenőnek hívják, aki 1970-es években fedezte fel, lehet 60-as évek, nem tudom, fedezte fel a tollaslabda sportágat, és honosította meg itt Nyíregyházán. És mi is mindketten Gönczi Andrea edzőtársam együtt tanítványai voltunk, tehát nélküle nem jöhetett volna ez létre, még nem lennénk itt ma. És azóta nagyon, hát rögös utat járt meg a tollaslabda, nagyon szép eredményeink voltak annak idején is. Miután átvettük a stafétát Gönczi Andreával, utána is rengeteg válogatott játékos tudtunk kinevelni, illetve magyar bajnokot. A Covid egy kicsit megfékezte a haladást, de mióta itt vagyunk a sportcentrum keretein belül, azóta hál' Istennek minden feltétel adott ahhoz, hogy újra kezdjük és újra jó eredményeket tudjunk produkálni. Most mennyien vagytok a szakosztályban, mennyit edzenek a gyerekek, és milyen korosztály képviselői vannak leginkább? Leginkább utánpótlás korosztály, mivel előről kellett építkeznünk. Olyan 30-40 fő, ez az változik, de mondjuk egy olyan 40 fő stabilan megfordul, sokan vannak. Sajnos mi vagyunk kevesen, ugye két edzőnk van összesen. De azért is nagy megtiszteltetés most, hogy itt vagyunk, mert hogy utánpótlás korosztályként meglátogat bennünket, ahogy a mai nap alkalmával, Gregor McQueen, a szövetségi kapitány. Hogy néz ki a mai nap programja? Most érkezett a szövetségi kapitányunk, egy bemutató edzést fog tartani, a gyerekek már nagyon várják, és mi is nagy várakozással tekintünk a kis szakmai megbeszélés elé. Remélem nagyon sokat fogunk tanulni mi is, a gyerekek is tőle. Aki tollasütőt vesz a kezébe, az gondolhatja, hogy tollaslabda egy egyszerű sportág, hiszen ütögetni a strandon is lehet, a verseny változat azért már egészen más, mikor jönnek a gyerekeknek az első sikerélmények. Ez is egy nagyon jó kérdés, mert mindenki azt gondolja, hogy arról van szó, hogy a strandon ütögetem a labdát. Hát itt legalább alsó hangon jó esetben két év, mire az első kisebb eredményt vagy érmet megszerzi a gyerek. A sportágok versengenek a gyerekekért, vannak, akik panaszkodnak. Nektek ezen a téren mi a helyzet? Mi nem panaszkodunk, tehát azt mondom, hogy soha nem volt ilyen dolgunk, ilyen jó dolgunk, és most, ahogy ide igyekeztem, eszembe jutott újra a Sára Jenő, akit az előbb említettem, ha most visszatérni és láthatná, hogy most milyen körülmények között edzünk és versenyzünk, hát bizony nagyon meglepődne. Van a sportágak, ahol a nyár, a holt szezon, tollaslabdában mi a helyzet? Ez így van nálunk is, a meleg miatt, meg a versenyek inkább össze és téli időszakra tehetők. Most még júniusig edzünk, és akkor augusztusban a felkészüléssel kezdjük újra. Egy szövetségi kapitány munkáját általában a felnőtt válogatottakhoz kötik, gyakran fordul elő, hogy ilyen utánpótlás játékosokat felvonultató rendezvényeken vesz részt. Januárban indult el ez a program. Én független vagyok minden egyesülettől, de igyekszem minél több helyre eljutni. Az a célom, hogy megismerjem a klub működését. Lássam azt, hogy mennyien tollaslabdáznak egy-egy helyen, milyenek a gyerekek, hogyan dolgoznak az edzők. A tapasztalatok birtokában igyekszem segítséget nyújtani ahhoz, hogy előrébb lépjen a sportág Magyarországon. Rendhagyó helyszínen a nyíregyházi Continental Arénában rendezték meg az idei országos streetball sorozat harmadik tornáját. Egy újdonsággal indult a mai streetball fesztivál, a Vármegyei Szövetség díjazta a legjobban szereplő csapatokat. Miért tartottátok ezt fontosnak? Már negyedik alkalommal támogatja a Megyei Szövetség a streetballt, és ez nem most kezdődött, mert két nappal ezelőtt egy díjátadó ünnepségen egyéni díjakat adtunk át a legjobb játékosoknak, legjobb játékvezetőknek, legjobb edzőknek, és úgy gondoltuk, hogy minden prémium előtt szeretnénk díjazni a legjobb csapatokat, akik a megyében a legjobb eredményeket érték el az országos bajnokságokban. Ahogy itt körülnéztem, úgy látom, hogy gyakorlatilag minden sportszervezet képviselteti magát. Ez is az egyik célja egy ilyen napnak? Természetesen minden alkalmat megragadunk arra, hogy a kosárlabdával foglalkozzanak a városban, a megyében, és nagyon örülünk annak, hogy minden egyesület úgy gondolja, hogy fontos ez az esemény, és látszik az, hogy olyan sokrétű kosárlabda tevékenység folyik a megyében, hogy nagyon széles az a skála, aki eredményt ért el a megyében, és bízunk abban, hogy ezt tovább tudjuk bővíteni a megye kosárlabdájában. Sportszervezésben vagy elnökként
kötelező, hogy indulj, vagy pedig amúgy is beállná dolgálgatni? Nyilván társadalmi elnökként kettős a szerepem, mert én főállásban nem megyei kosárlabda szövetség elnöke vagyok, hanem egyébként iskolai igazgatóként szakképzésben dolgom a 110-es iskolában, és most mint a szakképzési centrum vállalati streetball csapatában természetesen képviselem a színeket, de igyekszünk mind a két elvárásnak maximálisan megfelelni. Utcai kosárlabda ezúttal teremben gyakran előfordult az elmúlt 3 évtizedben, hogy zárt térbe kellett vinni egy-egy rendezvényt. Hát azt gondolom, hogy egy kezemen meg lehet számolni, sőt talán a 3 ujjamon is. Alapvetően mi mindig azt mondtuk, hogy ez az utcai kosárlabdának velejárója, hogyha esik az eső. Volt olyan őskorban, hogy Városligetbe gyerekek söpörték a vizet, ami bokáig ért, és utána játszottak. Most azért arra gondoltunk, hogy olyan nagy esők voltak, villámárvizek, hogy nem kockáztatunk, és itt a város vezetői hozzájárultak, hogy itt bent rendezzük meg. Azt gondolom, hogy ezzel nem fog csorbát szenvedni a rendezvény. Töretlen a népszerűsége ennek a rendezvénynek? Én azt hiszem, hogy igen, sőt, évek óta fölteszed a kérdést, hasonló kérdéseket. Én azt mondom, hogy számomra váratlanul is, tehát most már igénylik a gyerekek, fiatalok, hogy legyen ilyen rendezvény. Egyre több új helyszín jelentkezik, szeretné, hogy ott legyen. Gondolok itt Sopronra, Szombathelyre, ahol hatalmas igény van, ugye ott az élsport is jobban megy, a női kosárlabda, illetve a férfi bajnokok ott van, és igénylik az utánpótlásra ezeket a versenyeket. De a sajnálatomra ugye itt kiesett a csapat, már az NB1-es csapat, de nagy örömömre szolgál, hogy azért a gyerekek megmaradtak és szeretik a játékot. Ha jól tudom, tavaly a vidéki helyszínek közül talán Nyíregyházán voltak a legtöbben, és ahogy most körülnézek, gyakorlatilag azt látom, hogy minden sportszervezet képviselteti magát. Igen, és ez egy örömteli dolog. Nem is a mennyiségre törekszünk, tehát nem ez a fő szempont, hogy most még 10 csapattal legyen több, hanem aki itt van, annak legyen sikerélménye. Mi mindig azt mondtam az elmúlt 30 évben sajnos már, hogy mi a sportági piramis alján vagyunk, mi azt érjük el, hogy népszerűsítsük ezt a játékot. Részint, aki még nem játszott, az is legyen sikerélménye, mert itt a 3 méter 5, mindenkinek 3 méter 5, ha dob egy gólt, akkor van sikerélménye. És én azt hiszem, hogy ezzel lehet azt elérni, hogy elinduljon itt utánpótlás csapatokba, illetve majd szurkolóként kijöjjön és drukkoljon a NB1-B és NB1-es csapatnak. És ad abszurdum, majd ha egyszer olyan munkahelye lesz, ahol tud szponzorálni, akkor még szponzorálhatja is a sportágat. Ez most a 30 évre visszamenőleg már egy valós felvetés. Itt még természetesen most nem mondom, hogy a gyerekek holnaptól szponzorálják a nyíregyházi kosárlabdát, de a szüleik már szponzorálhatják. Hagyományosan Budapesten lesz majd a záró rendezvény, a győztesek innen oda jutnak. Milyen rendezvényre lehet majd számítani? Hát Budapest ez mindig egy kivételes dolog ilyen szempontból. A Magyar Kosárlabda Szövetség évekkel ezelőtt fölkarolta ezt a rendezvényt, hál' Istennek, és együtt csináljuk a kosárlabdás napjával. Ez a kosárlabdás napja valóban egy sportági ünnep, és én azt hiszem, hogy amikor ezek a gyerekek a szüleikkel vagy önállóan följönnek Budapestre a Hősök terére, akkor eleve a környezet meg, ami ott van, már megfogja őket, és számtalan olyan program van, ami részint ma még meglepetés, de csak most mondok egyet, a Fészteam programja délutánonként abszolút teltházzal megy. Tehát ha valaki netalántán kikap, és sportági sikerélménye nincs, akkor belül a lelátóra és hatalmas showműsort néz végig. Mikor lesz ez a rendezvény, hogy aki esetleg nézi ezt a műsort és kedvet kap hozzá, hogy megnézze, akkor tudja? Már a budapesti esemény a szeptember 16-án lesz. Reméljük, hogy nem lesz első problémánk, mert azzal az a baj, hogy ott nem nagyon tudunk menni terembe. Mindig csinálunk ott is egy ilyen vészforgatókönyvet, de egy budapesti rendezvény már nem oldható meg így, mint itt ez a helyi rendezvény. Ennek is nagyon örülünk, hogy ezt így most meg tudtuk oldani. Én most jöttem lefelé, zúgott végig az eső, és itt süt a nap. Úgyhogy
lehet, hogy meg tudtuk volna kint is rendezni. A diásporti díjat verte át Vajda Tamás a Magyar Diásport Szövetség ünnepségén. A nyíregyházi apácai testnevelője a diásport területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként verte át a díjat. 30 éve vagyok most már a pályán. 5 évet Nagykállóba dolgoztam, és utána kerültem be az apácai Csere János általános iskolába, és most már ott 25 éve dolgozom. Nem lehet felsorolni azokat az eredményeket, gondolom, amit elérti a diáksport területén, tehát kosárlabdáról van szó elsősorban. Mikor kerültél kapcsolatba magával a sportággal? A kosárlabdában már nagykállói munkám idején, ott leánycsapatokat vezettem, ott nem volt ilyen hatalmas nagy merítési lehetőség, mint Nyíregyházán, viszont nagyon lelkesek voltak a lányok, nagyon ügyesek voltak, a mai napig nagyon büszke vagyok, hogy velük dolgozhattam. Az apácaiba vagy? Ahogy mondjuk, hogy mondták, gyakorlóba kerülve nem volt kérdés, gondolom, hogy Sallai József mellett a fiú kosárlabda lesz az, amelyen elindulsz. Úgy kerültem az apácai gyakorlóba, akkor még gyakorlóiskola voltunk. 5 év szakmai gyakorlattal kosárlabda edzőt kerestek, akinek már eredménye is volt, és mi olyan Nagykállóban lányokkal már több országos elődöntőn is részt vettünk, és Sallai József a mentortanárom volt a főiskolán, később barátom lett és munkatársam, így kerültem az ő ajánlásával a apácaiba. Azt szokták volna, egy gyereket talán írni, olvasni a legnehezebb megtanítani, mikor egy első gyerek kosárlabdát vesz a kezébe, gyakorlatilag semmit nem tud a sportágról, mekkora munka elérni az, hogy kosárlabdázni tudjon. Igazából ezzel nem megsértve a többi labdajátékot, mert mindet imádom. Tehát a legnehezebb az alapokat megtanítani az kosárlabdában. Itt olyan száraz dolog, és olyan játékosan kell ezt megtanítani, hogy a gyerek meg is maradjon, és később tovább is fejlődjön benne. Ugyanilyen népszerű a kosárlabda a mai gyerekek körében, mint volt mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt? Igen, nagyon szeretnek. Ezt most ebben az évben is el tudom mondani. Most évvégére megduplázódott a mostani csoportomnak a száma. Mi a titka annak, hogy a tornateremből, amely egyébként nem szabványméretű kosárlabdapálya nagyságú, az elmúlt évtizedek során annyi gyerek került ki, aki akár NB egyik válogatottságig is eljutott, és ugye a diákolimpiákon nagyon sok esetben érmet, aranyérmet akasztottak a nyakukba, nyakatokba. Nekünk az iskolában csak ez a kisebb baj idézőjelben, hogy két kicsi tornatermünk van, de ez a tornaterem már legendás, innen már nagyon sok csapat alakult ki, aki diákolimpiai aranyérmet nyert, vagy akár egyesületi aranyérmet nyert, rengeteg válogatott játékos került ki ebből a tornateremből. Hát én mindent megpróbálok megtenni, hogy ez megszerettessem ezt a sportágat a gyerekekkel, és eddig még ez sikerült. Egy szülőnek minden gyereke egyformán kedves, nem is csapatot kérdezik, hanem inkább időszakot, melyikre vagy a legbüszkébb, melyik volt a legsikeresebb. A 25 éve ugyanaz a mappával dolgozom, és ugyanaz a csapatnak a fényképe van benne. Az első csapatom, akivel ide kerültem 2001-ben, országos döntőbe kerültünk. Természetesen erre emlékszem először a legszívesebben, de minden csapatom ugyanolyan közel áll a szívemhez, mert utána is nyertünk még diákolimpiát, voltunk másodikok, negyedikek, ötödikek, de ugyanolyan közel állnak azok a csapatok is a szívemhez, azok a gyerekek is és szülők is. 30 év után mi az, ami még motivál? Na, hát még mindig a gyerekek, a szülők és a gyerekek. Tehát amíg ők lelkesek és a szülők segítik a gyerekeket, addig nekem is van miért dolgozni. Az apácaiban is behatároltak a lehetőségek a merítést illetően. Most már olyan intézmények vannak, amelyek több iskolát foglalnak magukba. Hogy lehet felvenni így a versenyt országos szinten azokkal az intézményekkel? A tavalyi évben láthattuk azt, hogy országos döntőben voltunk szintén, és 8. helyezettek lettünk a 8 csapatból, és itt látszódott az, hogy nem tudjuk fölvenni már csak úgy, hogy bejutunk az országos döntőbe. A többi városban már mindenütt úgy alakítják ki, hogy az akadémiai csapatokat egy iskolába terelik, és azok az akadémiai csapatok indulnak a diákolimpia küzdelmeiben is. Az a fejezembe, amivel talán kezdeni kellett volna, gratulációval, és még egy kérdés, hogy hová helyezett ezt az elismerést a kitüntetéseid sorában. Köszönöm szépen először is. Ez eddig nekem a legnagyobb elismerés, és nagyon büszke vagyok rá, és köszönöm mindenkinek, aki rám gondolt. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva. A viszontlátásra.